Azt hiszitek, hogy a plázázás, meg a leértékelés, az egy őrült amerikai találmány? Apple-nél is van évvégi leárazás. Én vagyok Barbie baba. Úgy néz ki, mint egy ilyen űrlény, nem? 75%. Ez persze, hogy beszippantja a nőket. Az amerikai társadalomban mindenki nagyon sok fölösleges dolgot vásárol, fölösleges dolgot dob ki folyamatosan. Persze, a szépség az mindig vonzza magával a pénzt is. Mindent utálok. Igazi férfi. Sziasztok! Sziasztok! Nem, ugye? Nem, de most az Árpi egy hős, mert feláldozta magát, mert ugyanis még ti otthon december 26-án meglátogatjátok még valamelyik nagynénit, vagy vendéget vártok. Egyáltalán mindenki elmegy különböző családokhoz vendégeskedni, sokat enni, inni, addig itt. Megrohamozzák az áruházakat, egyrészt, hogy visszahozzák a nem tetsző ajándékot, amit karácsonyra kaptak, másrészt ilyenkor beindul az évvégi leértékelés. 70-80%-os leértékelés. Mindenki őrült boldon költi a pénzt, és véleményem szerint sok fölösleges dolgot vesz meg, de hát ezzel nem értünk egyetetünk, de úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos. Nem, egyáltalán nem így van. Ha nem lenne most ez a film, akkor a lábunkat nem tettük volna be ide, csak szerettük volna ezt is megmutatni nektek. De akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy honnan is származik a plázázás és az őrült bevásárlás leértékelés. Nem amerikai találmány, az első plázát 1838-ban Párizsban nyitották meg. A Bon Marché áruház volt ugyanis az első olyan hely a világon, ahol például mindennek rögzített ára volt, ezt kiírták, mindent lehetett kapni a tűtől a repülőig, és rájöttek, hogyha valami nem kell el, ha kírják, áthúzzák háromszor, hogy lejjebb vitték az árát, akkor bizony azonnal kapós lett. Így van. Úgyhogy nem amerikai találmány, hanem innét származik. Ez is francia, mint sok minden. De, mint köztudott, az amerikaiak azok, akik ezt is a leges-leges legfelső szintre fejlesztették fel az évek során. És ezért most megmutatjuk nektek, hogy mi, mennyi, miért van ilyenkor, miért vannak ennyire megőrülve, és hogyan húz be itt mindenkit ez az őrült fogyasztói kultúra. Itt minden, amit leértékeltek, most még 20-25% kedvezménnyel megvásárolható. Ezért van itt ilyenkor ilyen hatalmas tömeg, mert mindenki úgy gondolja, hogy most fogja megcsípni a tuti dílt, és ez az, amit nem szabad csinálni, mert mi az, amit ilyenkor veszünk? Sok felesleges packot. Ez egy drága gumicsizma. Kíváncsi vagy, hogy mennyi kerül? Mennyibe kerül? Másikon lesz. Na, mennyibe kerül a gumicsizma? Nem fogod megtudni. Mindegy, most 50%-os áron kapod, de valami nagyon drága a márka, úgyhogy... Ez például 1043... 50%. Még jó, hogy kapni lehet 1695 helyett. 500. Árpit elvesztettem, igazán átvette ezt a vásárlási feelinget, tehát jól érzi magát, úgyhogy... Mi van, édesem, te ennyit élvezel a vásárlásból? Mondd el őszintén, hogy mennyire szeretsz vásárolni. Sem ennyire, utálok vásárolni. És ilyenkor sem, amikor még leértékelés van? Teljesen mindegy, utálom a göncöket, meg a ruhákat, nézeget, meg próbálhatni, meg húzogatni, meg a tömeget is utálok. Mindent utálok. Igazi férfi. 75%. Ez persze, hogy beszippantja a nőket. A 75%-os leértékelés az már olyan komoly összeg. Jó, hát a kincsvadászat azért az benne van ilyenkor, tényleg az emberbe, elnézést kérek. Tehát ez tényleg egy jó marketing, mert beszívja az ember. Tehát itt akárhova nézek, mindenütt az van ki, hogy 75%, és az ember, amikor megnézi a számokat, persze, hogy úgy érzed, hogy hihetetlenül jól jártál. Legyünk őszinték, tényleg néha nagyon jól tud járni ilyenkor az ember, de csak olyat vesz, amire amúgy is szüksége lenne, és nem hülyeséget, amire nem lenne szüksége. Azt, szüksége. Hát például amiatt, hogy... neked egy ilyet, édesem? Fölvenném, igen. Miért? Ez például nagyon kis helyes. Szerintem ez jól állna spanyolos nekem. Ez 4,95 a 9,95 helyett. Ez nem 75%. Mert up to. Tehát 75, maximum. Maximum van olyan, ne valami csak 50%. Ez a nagy átcseszés. Nem átcseszés, ilyen a valóság, de a parti ruhák most, hogy vége a karácsonynak, látod, mert mi leértéke vannak, úgyhogy lehet egy kicsit nézelődni. Megyünk fel az emeletre is, ott is szétnézünk egy kicsit, igaz, édesem? Hm?
A műszaki áruházban is komoly árengedmények vannak az Apple termékek területén, a konyhagépek területén és a tévék területén is. Ez az úgynevezett évvégi szél. De csomó mindent leáraznak 30, 40, akár 50%-kal is. Tehát itt is érdemes esetleg akár az Apple rész ott van, oda is érdemes esetleg átmenni, és ott is érdemes esetleg vásárolni, de nekünk most éppenséggel ebben pillanatban nincs szükségünk semmire, csak megmutatjuk nektek, hogy bizony a műszaki cikkek területén is, így évvégén, az évvégi szélben nagyon sok jó dolgot meg lehet csípni. Sőt, vannak olyan televíziók, vagy vannak olyan gépek, amik dobozba, így föl vannak bontva, és azokat még olcsóbban lehet megvenni, sokszor 50%-os áron. Igen, tehát ugye kaptunk egy e-mailt, hogy tévé már 75 dollártól kezdődik. Hát itt az valószínűleg például, olyan kicsi. Meg. Persze, igen. De hát itt is nézzük meg, hogy tessék, szév 250, szév 300 dollár, tehát hogy mindenből leengednek. Itt is mindenütt. Az a céljuk, hogy az év végén megnyomják az előző évi forgalmukat, és sok minden elkeljen. Ugyanúgy, mint minden más. Ugyanúgy, mint a ruha üzletben ugyanúgy. Meg talán azt is gondolom, hogy ugye itt, igen, ez nem romlandó áru, de 2022-es modellt senki nem akar venni majd 23-ban, nem? Ez a cél. Ez a cél, tök ugyanaz, amit januárban majd átmatricáznak 23-asra szerintem. De ugye azt írta, egy tagok vagyunk ebben az áruházban, itt szoktunk vásárolni, hogy például az iPhone 14-re és a MacBook M2, ezt biztos jobban tudjátok ti, hogy mi az, mint én, akár 700 dollár kedvezményt is lehet kapni. Na most, amikor beléptünk az ajtón, már mondták, hogy ha szeretnénk bármilyen leértékelés, és segítséget kérni, akkor 20 perc minimum a várólista. Tehát úgy tudik, hogy alig vannak, de mégis sokan vannak, és mindenki nagyon sok, arra vár, hogy valami leértékeltet nagyon legyen. Nagyon sok jó tévé van, viszonylag komoly leértékelése, csak most nekünk képessége nincs szükségünk tévére. Az ember akkor veszi meg, mi például akkor vettünk tévét, amikor nem volt leértékelés. Nem tudsz mindig mindennel megvárni a leértékelés, vagy az év végét, mert legtöbbször az embernek, amikor szüksége van rá, akkor veszi meg, és nem akkor, amikor éppenséggel leértékelik. Nem? Tehát azért ez ilyenkor az ember csak bánja, hogy miért nem most vásárolt. Viszont rossz hírem van az Árpinak, ugyanis talán láttátok, hogy milyen szép volt az előző videóban is a hajam, ugyanis Dani otthon hagyta a hajvasalómat, most is azért vagyok szabban, hogy én elmegyek megnézni, hát ha van hajvasaló normális áron. Azt nem írta, csak a konyhai cikkeket írta, meg az Apple termékeket, meg a tévét, de lehet, hogy hajvasaló is van olcsót, nézzük meg. Szeretném, hogyha látnátok az Árpi arcát, amikor megnézni, hogy mennyibe kerül egy ilyen hajvasaló és hajbigyó. Ez egy hajvasaló? Igen, hát mindent csinál a hajaddal. Szépé varázsolja. Szárít is egyébként? Szárítani is lehet ezzel. Nem nagyon értem a dolgot. De nem az a lényeg, megnézted már az árát? 5,99, de nem nagyon értem, hogy mit csinál. Tehát, édesem, látod ott a nénit? Jó, hogy betekeri. Göndörre, egyenesre. Betekeri, ez erre való. Szépen kikeféli, és ez a hajvasaló, látod? Az a hajvasaló. De jó, komoly. Ó, milyen haja van a nénnek. Az övét aztán sokáig kell vasalni. Hát ez nagyon-nagyon böndörödös. És ez mi? Ez is egy szállító? Ez egy hajszállító, ez egy Dyson hajszállító. Igen, a Dysonok azért jók. Ezek komolyak, ezek a drónok? Drónok. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen űrlény, nem? Mert ezek azért egy kicsit olyan drónosak, itt van a kamerájuk, de hát ez valami hihetetlen, nagyon... Na, nézd meg. Látom. De hát itt meg már minden elkelt. Hát azért... Hát sok boltot kifosztottak. Igen. Az Apple-nél is van évvégi leárazás. Konkrétan nagy számokat, tehát nagy árengedményeket nem látok itt a különböző tableteken, de azt írja, hogy azért itt is van, tehát valahány százalékot itt is adnak. De az Apple soha, ugyanúgy, mint ahogy a nagy márkák a divatnál, soha nem ad nagy árengedményt, de lehet, hogy ad így is. Hát kapsz most hozzá Apple TV-t, vagy hát itt vannak az én kis hát kuponjaim, ugye a kuponos dolog kupon mindig az, ami működik, de az e-mail alapján, amit kaptunk, ugye 700 dollár kedvezményt kaphatsz. Igen, tipikusan az az eset, hogy nincs semmire szükségünk. Persze, csak van, alapvetően de mondom. De ilyenkor az embereket a nagy többségben rá lehet beszélni valamifajta vásárlásra, és ennek az üzletnek az egész lényege ez, hogy olyankor is vegyél, amikor nincs is kedved. Vagy pedig úgy időzíted a szükségetet, hogy akkor vásárolsz, amikor éppenséggel ezek az akciók vannak.
Persze, hiszen itt nagyon sokan karácsonyra egymásnak ilyen ajándékkártyákat adnak, tehát például van külön ilyen bankkártya, amit ajándékba lehet adni, mint a készpénzt adná. Hát sokan. Persze, hogy azt költi ilyenkor mindenki. Amerikaiak ezeket a gépeket inkább elsősorban részletre veszik meg, tehát itt például 47 dollárt kell neki fizetni havonta. És hát általában az amerikaiak ebben mennek bele, hogy mindent részletre vesznek meg. És itt van mennyi részletre. Azt nagyon szeretik, mert akkor nem kell kifizetni neked ezt a 3779-et, hanem csak 210 dollárt fizet havonta, és van neki egy ilyen frigideri, ami így hát kitárul, és mindent látsz benne. És úgy érzi, hogy övé a világ. Kire hasonlítok ma? Nos, én vagyok Barbie baba. Hogy miért? Mert 1959. március 9-én megszületett Barbie. Ugye az a játék, aki az első olyan baba volt, aki felnőtt nőként jelent meg ugye a játékiparban. Az a Barbie, akinek már autója volt, aki berendezte a lakását, aki folyamatosan tollászkodott, szépítkedett mindent, lehetett neki folyamatosan vásárolni. Vagyis az amerikai kislányok elég hamar megtanulták, hogy hogyan kell kinézni, hogy mi mindenre kell költeni, hogy mennyire fontos, hogy fogyasszunk. Úgyhogy az, hogy ez egy konzumtársadalom, az már akkor elindult, és ezt hamar megtanították a lányoknak, majd utána ugye természetesen jött Ken baba, és ma már, hogy mindenkinek jó legyen, és minden tökéletes legyen, minden színű bőrszínnel, hajszínnel lehet kapni Barbit is, és természetesen a mobiltelefontól kezdve a kastélyig mindent meg lehet ma is neki vásárolni, hogy tudjon miről álmodozni az a kislány, ami nem más, mint hogy fogyasz, drágám, és akkor leszel boldog. Ugyanis eljutottunk oda, hogy semmi másról nem szól a fogyasztás, mint hogy kielégítsük saját magunkat, mint itt is mindenki ilyenkor a nagy leárazásoknál. Amerikában a fogyasztói kultúra ez először 1920-as években indult meg, és ugrott meg, majd aztán az 50-es évek a háború után hozott magával egy olyan lökést, ahol elkezdődtek ezek a nagy őrült vásárlások. Az 50-es években Amerikában 58 millió autót adtak el, mindezt úgy, hogy csak 178 millió volt akkor az amerikai lakosság. Képzeljétek el, minden harmadik ember vett egy új autót. Ugye nem gondoljuk, hogy a csecsemő meg a nagymama a 100 éves is vezetett akkor és vett egy autót, tehát szinte mindenki, minden családban azok, akik ezt megtehették, vásároltak egy autót, tehát már akkor elindult a úgynevezett túlfogyasztás, ami mostanra már azt gondolom, hogy hatalmas mértékeket ölt. Az amerikai társadalomban mindenki nagyon sok fölösleges dolgot vásárol, és nagyon sok fölösleges dolgot dob ki folyamatosan. Oh my gosh! A túlfogyasztás és a pazarlás olyan méreteket ölt már itt Amerikában, hogy sokan például hobbit üznek abból, hogy a különböző, például áruházak mögött lévő kukákban és konténerekben vadásznak. És nem, ne keverjük ezt össze az otthoni kukázással. Itt sokszor tele vannak ezek a nagy gyűjtőkonténerek vadi új dolgokkal, bontatlan árukkal, amit egyszerűen csak kidobtak. Itt állok az egyik legdrágább áruház a Neiman Marcus előtt, ahol szintén 75%-os leértékelés van ilyenkor. És ez az a nap, amikor az emberek olyasmit is megvesznek maguknak, amire nem csak nincs szükségük, hanem nem is engedhetik meg maguknak, viszont márkafüggővé tették őket. Tehát ilyenkor mindenki megpróbál magának valami márkásat venni, mert úgy érzi, hogy ettől lesz több, hogyha erre is futja neki. Természetesen az ilyen nagy márkákból egyetlen fillér nem jön le, tehát ez ugyanúgy 1375, mint a normál hétköznapokon. Azért is nincsenek itt annyira sokan. Úgyhogy ez itt a nyugalom szigete, ahol nincs olyan nagy tömeg. De hát itt azért tényleg olyan árak vannak, hogy csak na, de lent tombol a tömeg, ahol a leértékelős dolgok vannak, mert hogy ilyen luxus áruházakban tényleg évente csak egyszer van egy-egy ilyen nagyobb leértékelés, és a nagyobb márkákból is találunk olyat, ami olcsónak számít helyi viszonylatban. Na milyen ez a sok madár? Nagyon szép, persze a szépség az mindig vonzza magával a pénzt is, viszont természetesen a legeslegnagyobb márkák nem ülnek felejre a hajóra, tehát egy Louis Vuittonnál például soha nem látsz, hogy egy Chanelnél leértékelést, mert nem szeretnék, hogyha
hát hogy is mondjam, a brand neve az olcsó áruval lenne együtt. Ez azért is érdekes, mert például éppen a napokban volt a Manolo Blahniknak egy szuper titkos kis kiárusítása New Yorkban. Szóval azért ők is megteszik, viszont csak nagyon válogatottan a törzs közönségüket hívják meg, és csak azoknak szabadott vásárolni. Mindez semmi más, mint marketing, 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 hogy költsük a pénzt. Így lettünk fogyasztói társadalom, és a fogyasztói kultúra szerintem már nincs sehol. Na mindegy. Meglepődne Árpia, hogy ilyen mellettnék. De ezt a csinálta világot? Nagyon nem az én világom. Tehát nem hiszem, hogy valaha is láttál ilyenbe, és valaha is fogsz. Tehát ez nem árízlés kérdése, de partiredik is lehetünk talpicsillogosban. Pénztár, ez egy fél óra. Fél óra? Az egy óra kicsim a pénztár, minimum. Ja, itt a sor vége. Ez egyszerűen hihetetlen. Körbe. Így van. Bírod még, édesem? Nem. Már nem. Azt nagyon szeretem, hogy minden áruházban van azért a kényelemből szól egy kicsit. Tehát így a fasik, meg akiknek nincs kedvük vásárolni, leülhetnek és egy kicsit pihenkélhetnek. Én például ezt nagyon szeretem. Én vagyok az a vásárló kísérő, mert Tünde a fővásárló természetesen, aki mindig megtalálja ezeket a helyeket, sőt, amikor bejövünk egy ilyen vásárlási éles szemmel, azt figyelem, hogy hova lehetne leülni, és hol lehetne kicsit szundítani, vannak ennél kényelmesebb, vannak ilyen masszírozó székek, meg mindent, úgyhogy erre azért úgy beálltak, hogy azokat is, akik nem szeretnek annyira vásárolni, kényeztessék, és nyugodtan tudjon kötvezkedni, nyugodtan tudjon egy kicsit telefonozni, internetezni, meg alukálni. Azt is szoktam, mert mondjuk a Tünde viszonylag sokáig vásárolt bizonyos helyeken, és akkor bizony elnyom néha a szendergés. Azt mondja az RP-t, sokáig vásárolok. Nos, nem vásárolok, hanem nézelődöm. Hölgyeim, ti tudjátok, mi a különbség. Ugyanis igyekszem tudatosan vásárolni. Akik ismernek, követtek, ti mind tudjátok, hogy nem veszek nagyon olcsó, eldobható dolgokat, hanem inkább a tartósra törekszem. Igen, de tehát talán, hogyha egy icipicit ezt át tudjuk venni, már tettünk valamit, hogy mielőtt megveszel valamit, mielőtt nagyon-nagyon csábít az a 75%-os leértékeléssel kitett akármi, amiről úgy gondolod, hát úgy egyszer majd biztos fölveszem, majd nem veszed föl, vagy nem fogod használni, hogyha ott háromszor át gondolod, biztos, hogy szükségem van erre? Biztos, hogy kell ez nekem? És visszateszed. Akkor lehet, hogy azzal már egy kicsit többet tettünk a tudatos fogyasztás felé. A túlfogyasztás egyik következménye, hogy a gazdagok és a szegények között nő a különbség. Hát hatalmas különbség alakul ki. Gondoljatok például arra, hogy az Európai Unióban ma 11 milliárd euró csak a fagylalt fogyasztás, amit arra, hogy nyalogatunk egy kicsit, arra költünk el. Ebből a pénzből az egész világ gyermekeit megfelelő szinten lehetne oktatásra finanszírozni. Tehát milyen kicsi kell ahhoz, hogy mindenkinek jusson. Tehát végül is a lényege a dolognak az, hogy ez a túlfogyasztás és a fogyasztás iránti vágy növeli a gazdagok és a szegények közötti különbséget, és nehezen veszünk észre, hogy egy picit tehetnénk azért, hogy mégis ez a dolog csökkenjen, és azoknak is jusson több, akiknek nem jut. És ezt nem lehet egy embernek eldönteni, ezt valahol általában mindenkinek a fejébe kellene megértetni, és akkor lehetne valamit tenni a világ szegényeiért. Na, kiszabadultunk, lassan megyünk haza. Ez volt a kis vásárlós bemutató videónk. Nem lebeszélni akartunk benneteket a vásárlásról, de hát Amerikában ez még nagyobb mértékeket ölt, mint otthon. Igen, de joggal mondhatják azt, hogy pont mi beszélünk arról, hogy túlfogyasztás, meg hogy minek kell megvenni dolgokat, mikor mennyi mindenféle extra dolgunk van. Rengeteg fölösleges dolgot veszünk mi is. Sajnos ezt nagyon nehéz megállni a társadalom, ebben a fogyasztói társadalomban az arcodban nyomják, és szinte nem is veszed észre, hogy vásárolsz.
nem is veszel észre, hogy vásáros olyan dolgokat, és amikor igazából nincs szükséged, csak nagyon megéri, úgy érzed, hogy most itt az ideje, és akkor megveszed. A nagy baj akkor van, hogyha az ember azért vásárol, hogy ezzel önmagát, a boldogságát elégítse ki, és csak azért vásárol, hogy boldognak érezze magát. Na ez az, amihez nem szabad eljutni. Ne ez legyen az életünk boldogságfaktora, és ne ez legyen annak a fokmérője, hogy kik vagyunk, hogy mit képviselünk, hogy hová tartozunk, hogy annyiszor elmondtam, tudjátok, hogy kirakati bábúnak öltöztünk, és minden áron márkás dolgokkal aggatjuk tele magunkat, vagy megveszünk egy csomó felesleges dolgot. Így van. Hát reméljük, hogy tudtunk segíteni nektek, legalább azzal, hogy bemutattuk, hogy Amerikában ez mennyire őrült módon folyik, legalábbis ilyenkor így karácsony másod-harmad napján, ilyenkor tényleg mindenki ezzel foglalkozik, mindenki vásárol, és mindent, ami csak elképzelhető, minden féle évvégi ilyen leárazás van, és ilyen évvégi nagyvásárlás. Autószalonokban. Mindenütt, tényleg mindenütt őrület van. Nem tudtunk mindenhova elvinni benneteket, mert egyszerűen nem fért volna bele, de még nagyon sok ilyen hasonló hely van, ahol, és hasonló szakma van, ahol ezek mennek. Úgyhogy ennyi volt ez mára. Reméljük, hogy tetszett nektek. Nem szoktunk ilyen vásárlós videót csinálni. Zárul. Reméljük, hogy tudtunk egy picit többet adni, mint zárul maga a vásárlás. Árpi munkatára. Ennyi volt már. Árpi már menekülne haza. Nagyon szívesen mennék, az elég volt a vásárlásból. Srácok, tartsátok szárazon a puskaport, kezeket a paplan fölé, találkozunk legközelebb. Sziasztok. Puszi és ölelés, írjátok meg legközelebb, mire vagytok kíváncsiak.